Jó reggelt, Vietnám! Üdv a csatornán! Kiper jelentkezik a következő Seven Days to Die sorozattal, ami merőbe el fog térni az előző Seven Days to Die sorozatomtól, és igazából szerintem mindentől, amit eddig láttatok ezzel a játékkal kapcsolatban. Ugye kicsi ilyen RP beütésű, stílusú sorozat lesz. Aki nem látta a bevezetőt, annak így elmondanám, meg nyomok egy eszket, aztán akkor majd közben gyorsan eldumálom, hogy igazából mire lehetne számítani. Amire lehet számítani az az, hogy ugye gyakorlatilag a Seven Days to Die meg van fejelve az Undead Legacy móddal, ami teljesen merőben megváltoztatja a játék menetét, meg igazából rengeteg új tárgyat, új játéktechnikai dolgot fog belevinni a sorozatba. Ráadásul ezt megfejeljük egy olyan ötlettel, amit úgy hoztuk össze, hogy haverral, hogy összedugtuk a fejünket, hogy mit lehetne kitalálni még ebbe a játékba, és gondoltuk azt, hogy ugye a Mad Max-et össze lehetne vegyíteni, a Mad Max filmeket össze lehetne vegyíteni a Seven Days to Die világával, és ebből következik ugye gyakorlatilag, hogy a Mad Max, vagyis Max nem nagyon szokott kraftolgatni, hanem inkább rója az utakat, esetleg küldetéseket csinál, idézőjeles küldetéseket csinál, és emiatt ebben a sorozatban mindenképp úgy fogjuk csinálni, hogy nem fogunk letelepedni, hanem folyamatos lootolás és folyamatos akció, dús játékmenetre lehet számítani, leginkább küldetéseket csinálás és különböző felfedezések. A játék célja, gyakorlatilag a sorozat célja az minél inkább ugye, hát a túlélésen kívül az, hogy felfedezzük ezt az Undead Legacy módot, meg még ráadásul minél több küldetést csináljunk, meg minél jobban felfegyverkezzünk, hogy ugye túléljük például a hordákat, vagy az éjszakákat is, meg a hordákat is, mivel igazából ugye a hordákat is nem tudunk bázis létrehozni, úgy kell megoldanunk, úgy kell túlélnünk, ahogy éppen nekünk sikerül, de az a lényeg, hogy építkezni nem lehet. Bonyolultabb dolgokat se kraftolhatunk, tehát nem fogunk csinálni ilyen crafting table-ös dolgokat, meg nem fogunk kókat csinálni, gyakorlatilag fegyvereket se fogunk tudni kraftolni, ilyen alapfegyvereket természetesen ilyet, meg egy-két dolgot csinálhatunk, de igazából mivel Max-el játszunk, Max meg ugye arra szorítkozik leginkább, hogy az öklére, vagy pedig ugye a dupla lövet, a shotgun-ja, ezért leginkább ugye ökölharcba fogunk belemenni, meg még ráadásul a shotgununkat esetleg tudjuk használni, limitált lőszerrel így az elején. De meg is mutatom, hogy mi van nálunk, ami van nálunk az nem más, mint 3 üres kanna üzemanyag, ugye 20 literesek, van 5 darab shotgun lőszerünk, van 2,5 kanna benzinünk, van egy konzervünk, van egy vízünk, van 9 kötelünk, meg van egy bedrolunk, és van egy boxerünk, meg egy dupla csövű shotgununk, egy ilyen lesfűrészelt csövű. Na, és akkor én azt mondom, srácok, hogy legelőször esetleg a küldetéseknek kellene neki ugranunk, vagy esetleg egy kicsit körülnézni, vagy egy kicsit jobb felszerelést szerezzek. Nem tudom, hogy melyikkel kezdjem. Ebben a bekötőúton bemennék. Egyébként teljesen random generált mapon fogunk játszani természetesen. Úgy gondoltam, hogy ez így lenne frankó, hogy gyakorlatilag ti se és én se ismerjük az egész. Ott van valami épület a távolban, lehet, hogy megnézi a képet. Én se és ti se ismeritek a magát az egész egészet. Arra gondoltam, hogy kapásból, egyébként ugye mindjárt mutatom egy pillanat, hogy én sem fedeztem fel, mindjárt mutatom a mompot, én sem fedeztem fel, semmit nem tudok róla, nincs benne semmi trükk. Az mi az? Az milyen épület? Arra gondoltam, hogy először lehet, hogy egy kis felszerelést kellene magamnak szerezni. Nem tudom, mennyire kiforroltak a... Ó, itt egy verda. Ez pont olyan mint verda, mint az enyém, csak szét van kapva. Csak egy sima faház. Meg még nem tudom micsoda. Na, a lőfegyvert azt nagyon ritkán akarom használni, hoppá, kilutoljuk. Lőfegyvert nagyon ritkán akarok használni, viszont inkább ugye a bunyóra szeretnék fegyarkozni, hoppá, javítókészlet. Ugye? Egyébként teljesen más, csomó játéktechnikai dolog más ebben a sorozat, vagy ebben a módban, szóval olyan dolgok, olyan tárgyakat is fogtok, hoppá, a zombik már is megjelentek, olyan tárgyakat is fogunk találni, amik teljesen nem is illeszkednek. Jó. Itt egy zombi. Ó, és nagyon jó, nézzétek, hogy ennek a módnak a hozatéka, hogy gyakorlatilag látni a zombinak a HP-ját, tehát tudod, hogy igazából milyen harcba menjél bele, baromi jó. Max ez bunyózni fog egyébként nagyon sokat. Ó, jó, mik vannak. Nézzük körül. Egyébként tényleg rengeteg új dolog van, játéktechnikai dolog van ebben a játékban, és ebben a modpakban, úgyhogy például azt hiszem üvegek, igen, van üres palack, viszont ha üres palackot azt hiszem, hogyha használsz,
lerakok, akkor meg tudom tölteni ezt. Például, várjátok. Jön. Aha. És akkor megtöltöttem, van két üveg. Murky Waltoron például, tök jó, azt nem tudod kijönteni. Na jó, visszarakjuk ezt a fegyvert, nézzük meg. Nézzünk át mindent. Milyen szükségünk van mindenre. Igaz, craftolni nem fogunk, de ugye eladható dolgok lesznek. Ott fönt. Ott fönt van valami, gyerekek. Eladható dolgokat azért lehet, hogy tudunk szerelni. Ott egy táska, előha. Ott egy táska, csak hogy ugrok oda fel, ugye? Aha, nem tudok felugrani. És azt beszéltük, hogy nem nagyon akarok craftolni, vagy nem is, hogy nem nagyon akarok, hanem nem nagyon kellene craftolgatnom. És emiatt ezt a táskát meg kéne beszerezni valahogy. Innen nem látok rá. Egy kabát. Egy kabát, gyerekek. Jó, ennyi volt azt, mint a loot. Viszont zombi az van. Jó, ezért figyeljetek, lehet, hogy küldetésnek ki kellene ugranom a küldetésnek. És csinálni. Ezt ugye meg, ez javítható ez az autó, tök jó egyébként lehet javítani különböző járműveket. Mi van hátul, az mi? Ott egy kutya. Na hát nem akartam sörétes fegyvert. Ó, van pizzánk. Viszont ott egy kutya. Nem akartam sörétes fegyvert használni így kapásból az elején, játék elején. De valószínűleg, hogy... Igen, és ezzel baj van. Ja, nem nagyon örülök ebbek. Nem tudom, kutyából ki tudok egy erdi valamit. Ezt meg is hallották az omi... Áh! Ja, hát nem számítottam arra egy sticket, mert itt alatt találtam. Na nézzük ezt a csávot, ezt nyakon kéne verni. Ez valami infected zombi, és... Jó, sok HP-ja van, azt nézem. Ez valami fertőzött zombi? Mi az az infected? Na jó, sok HP-ja van, gyerekek. És egyébként azt hiszem úgy működik ez a... Ó, és itt van mégiscsak loot. És még küldetés is van. Vagyis generátor, gondolom, az a küldetéshez tartozó akármi volt. Na most aztán mi történt? Ez nagyon beakadt. Nem tudom, egyáltalán hallottak engem. Jó, oké. Ah, scrap iron-t lehetett beszerezni. Na nézzük, zárva van, gyerekek, zárva van. Hát hogyan? Ezt ki kéne nyitni, nem? Jó, megnézem a kutyának a helyét. A 6-tól. Ezt nem lehetett volna betenni? Ja, hát nem itt kellene tökölnem, hanem lehet, hogy a küldetéseket kellene csinálni, viszont most már ez nagyon érdekel ez az út, és ez zárva volt. Hát ez mondjuk ez nem túl erős. Gondoltam, hát ha valamilyen felszerelést tudok szerezni, de úgy látom, hogy... Hoppá, ízét szereztem. Pántot, gyerekek! Deszkát és pántot. Törött. Itt van valami íze, van valami. Azt a betyár, gyerekek. Na, arról adta értve. Hoppá, és izé, nézd oda! Ebből van valami, amit lehetne... Várjál már. Lehet, hogy benzin volt benne, mindjárt megnézzük. Aha, ebbe izé volt. Üzemanyag, kis tettem be. Na, jönnek a zombik, úgy látom, vagy van zombi. Se lámpám, se semmi, úgyhogy vigyázzunk. Hoppá, beakadt egy kicsit. Gyerekek, a staminával kell szerintem nagyon sinnyen bánni. Jó, egyik meg volt. Másik is meg volt. Jó, egész jó bírom ezt a... Hát rá vagyunk kényszerülve most ugye, hogy verekedjünk, úgyhogy... Azt a rohadt gyerekek, már kapásba bejövök egy ilyen helyre. Azt a rohadt gyerekek, mi ez a hely? Ez mi ez a hely? Na erre nem számítottam, basszus. Ajjaj! Na jó, várjál! Na ízét nézzük meg, hogy ez be van tárazva. Be van tárazva, nagyon szarba vagyunk, akkor tudunk lőni is. Oda nézzük, ez egy nem is kicsi komplexum, basszus. Gyerekek, itt megszívottak minket kapásból az elején, akkor nagy baj lesz. Inkább rájuk megyek. Ó, bazen, három.
Aha, ez egy nagy drop. Elfáradtunk, baj van. Jó. Fasz, ez komoly. De egyébként zárva, van ilyen, hogy zárva van szekrény. Na például ilyen nem volt a másikban, nem? Van kabátom, meg minden. Ezeket ugye valószínűleg, hogy eladni el fogjuk tudni. Opa, szemetet is megnézzük. Csapágy öcsém, baze, mi ez? Valahogy itt van minden, mint a bucsúba, és itt tudja arra ugye, hogy súlyatár van, tehát nem kell nagyon túl lépni. Jó, körülnézünk még. Aha, és innen is lehetne nyerni különböző dolgokat, nézzétek? Csak ugye kellene hozzá valamilyen tárgy. Na nézzük meg, hogy itt nincsen valami cucc nekünk, nincs semmi. Ah! Jó, ami jó. Pipe rifle, és jó, friss víz. Nagyon jó. Egy kis friss víz is van. Ezt kell lehet, hogy kidobom. Az olyan dolgokat, amiket eladhatok, azok a természetesen gyűjtjük ezerrel. Jó. A pipe rifle-ben volt lőszer. Ezt meg kell nézlem, hogy akkor abban is tudok gondolkozni. Nincs benne egy darab se, jó van. Jó van gyerekek, jó van gyerekek. Hát én megmondom, őszintén nem vagyok bizakodó. Arra gondoltam, hogy a legelején itt szerzünk valami cuccot. Zárva. Isten. Az egyiket zárjuk be. Ne minden onnan támadjanak, érted? Itt kaját tudok szerezni, meg látom, van könnyű is. Jaj, de jó. De jó, gyerek. Van hörgött. Úgy gondoltam, hogy bűnek. Oké, egyiket levertük. Jó, töltődjön a... Oké, jó vagyunk a bunyóba, gyerek! Ezt nem szeretjük. Ujjjj, jó. Nem szeretem ezt, mert ugye oda kell menni hozzá elég keményen. Ójjaj. Jó van, de látunk még teát is. Tök jó. Tök jó egyébként, nagyon élem. Ezt szerintem nagyon adja. Minden is lehetne ugye murgi water venni. Na nézzük, hogy nincs-e valami. Kaja, vagy valami is oda. Ez mi? Nem hiszem, hogy vasrúd, meg ilyenek. Egy csomó új tárgy van ugye a játékban. Jó van, szereztük egy kis kaját. Ezekben semmi. Egyébként sokkal több dolog loot volt, azt is így észreveszem, hogy ilyen apróbb dobozok is, meg egy csomó mindenre figyelnek, mert sokkal több a loot, bár ugye eddig még nem találtam ezekbe semmit, de valószínűleg, hogyha hoppa, főzőedény, ez pont kellett, gyerekek. Főzőedény. Murky water-t szedhetnénk ebbe a négy üvegbe, ha már egyszer más nincs. Mindjárt várja, megtöltöm ezt Murky water-re. Jó, oké. Raktunk bele Murky water-t, tök jó, ezt tetszik. Föl nincs, jó, mehetünk tovább, gyerekek. Mert erre gondoltam, hogy először így kicsit összeszedjük magunkat, azt utána rámegyünk a küldetésre, ugye a küldeték, mert leginkább ugye először úgymond földerítek, körülélek. Na, ez mi? Ilyen irányító teremszerű csoda dolog. Mint a csávó-e. Ojjjj, oh, yeah, elkezdi. Ó, sokan vannak. Jó. A staminával kell... jól bánnom. Meg a távolsággal, ugye? Meg volt. Hármat kinyílt. A gyerek nagyon jó. Ja, és úgy van-e itt a skill fa, hogy ugye van az azt hiszem, hogy skill fa, meg van egy olyan dolog is, hogy gyakorlatilag tudsz úgy is fejlődni, hogyha te... Zárva, bazzal, minden durva. Lőszerek, gyerekek, shotgun, bazzal, hét rabi. Nem értem, hogy shotgun lőszer. Úgy is tudsz fejlődni, hogyha használsz képességet, tehát mit tudom, üt sokat, akkor esélyesen
Hát ezt biztos nem fogom kinyitni, jó, oké. Ezeket megnézem, valamelyikeket lehet. Talán van is valami, mert eddig még nagyon nem volt. Hoppa, mi a szörre ez? Ez nem tudom mi. Ez talán lyukka volt? Na, ezeket érdemes talán átnézni, mert igazából olyan kemény útok nincsenek benne, de esélyes, hogy van. Csapágy, ez lehet, hogy tök sokat ér. Ugye, hol mutatja az árat? Négyet ér. Na, ugye nekem pénz is kell. Hát ezt nem fogom kinyitni, ezt szerintem... Jó, hát ezt nem is ütöm, mert tönkre megy a üzem. Tévés dobozba, de itt sokkal több a íz, több fajta alult. Tök jó. Na, itt még nem voltam, ugye? Most sok konyha. Lehet, hogy fel kellene öltözni, mi? Érdemes? Mit adnak ezek a ruhák? Ezek a sima ruhák adnak valamit? Van nekem ugye egy ilyen, nem? Na, felöltöm, nem? Valahogy kinéz. Nézzünk ki valahogy. Fel is kapta. Van egy ilyen Jackie. És akkor ezt levette? Ja. Meg volt elvileg. Egy gatyám. Jó, van, valahogy kinézünk legalább. Másnuk ott egy szemét. Ezek az üres üvegek is tök jók, mert ki tudsz nyerni dolgokat tényleg. Hoppá! Aha! Várjál, itt még volt egy loot, nem? Sokkal inkább érdekesebb összeszedni a lootot. Itt te! Nem nagyon örülök neki, hogy ezt csapom szét. Rongálódik elég gyorsan az a boxer. Mondjuk van egy javítókészletem, hozzá biztos meg tudom javítani már. És ugye azért érdemes lootolni itt agybefélben, mert tudok jó dolgok. Hoppá, mi ez? Scrap, izé, balta. Az viszont jó, mert ezzel szerint tudom verni a dolgokat. Várja, Scrap baltával meddig tartan ez? Meg se látszik, hogy hoppá, valaki körög meg. Ki kéne mennem innen. Félek, hogy megszívottnak. Ezek lehet, hogy ott kimászkál valaki, de itt nagyon sok a loot. Aha. De nagyon sok a köcsök. Hú, bazzer, nagyon sokan vannak gyerekek. Azt a rendőrös rohadt élet. Hú, gyerekek, itt nagyon taktiknak kell lennünk. A rendőr lassan mozog, az jó. Lassan, jó van, nyugi. Jó van, nyugi, nyugi. Oké. Okay. Hoppa, megütött? Nem. Ő a rendőr! Ő a rendőr, eltalált! Ó! Oh, most kaptam egy sallert, apám! Ó, oh, bazzá, gyerekek, va! Baj, nem kicsi! Kaptam egy sallert, ugye? Jó, vannak kötszereim, három darab. Megkössük magunkat? Nagyon korai lenne, na? A szándékos volt, mondom, Big Mamát behívjuk. Big Mamát behívjuk, megoldottuk ezt. Jó voltunk. Stamina föl. Hú! Nem mondod? Ki kéne futnom mellettük. Azt a betyár, gyerekek, kemény. Bazza, betörték az ajtót? Hogyan? Hogyan törte be az ajtót, paraszt? Jó, a rendőrt, ezt melbelőjük ide, sörétesse, azt nem szarakodunk vele. Hát, hogy rá is van. Tehát hány darab? Három darab sörétes lőszerem van.
Mekkéne csalnire. Jöjjön ide. Fejbe kéne lőnöm. Az az jó volt. Még egy csávó van, ugye? Oh yes! Egyébként miért lett ilyen sötét? Jó van, oké. Okay. Gyerekek, no! Ez a med meg stílus apám. Aha, és ott még mutatnak dolgokat, nem? Na, gondoltam a sztorik le, ez ilyen rafkós. Lehet, hogy vannak egyébként. Ez mi? Szteroidok. Ja. Zárva. Na, ez itt lesz a gond, hogy ugye zárva vannak ezek. Scrap pisztoly. Ammo. Jó, a sörétet is kaptam, úgyhogy jó. De is mi van? Ó, gyerekek, jó vagyunk. Várj, ezt 10 éve kére baltálva. Ez nem balta, hanem ez csákány, nem? Vagy mi? Nem, ez balta. Akkor miért ilyen rossz tudat lassan csapja szét? Jó, itt is egy hunting rifle, gyerekek, kaptam egy csomó mindent, baszere. Az a baj, ugye egy idő után izé leszek, túl leszek terhelve. Megint egy scrap pisztoly, baza. Jó, eladásra mennek. Jó, ezt is azért inkább a baltába, nem akarom elhasználni. Azt lemegyünk, megnézzük, mi a szituáció. Hát de őszintén esküszöm, bazze, bármire, hogy nem gondoltam, hogy itt ilyen jó útok lesznek egyből. Meg kell csinálni a küldetést minél hamarabb. Bazze, 14 óra 4 van ma. Azt a rohadt éld. Repül az idő rendesen ilyenkor, amikor megy a akció. Meg kell csinálni a küldetéseket. Bazze, mi van? Már megint egy másik út. Mi út ez? Fövettem minden... Rát, lecsap... Ja, izé. Vagy mazzag. Jó. Azt a betyár, ez a... Ez a játék jó. Hajtsat, hallod? Hajtsat. Üzemanyag. Ha jó, volt üzemanyag kardál. Akkor vigyünk. Ha, tök jó. Üzemanyag. Ebből is tudok üzemanyagot venni. Itt meg lehet, hogy még lesznek bazák. Nagyon sztár az be, van már 12 lőszerem hozzá. Exit lol. Mi a franc? Komolyan mondom, apám? Ez egy kút lesz, ha hiszitek? Itt is van, ez meg vizes fordulók. És hol a szarban van a berdán? Ó, itt volt a kút! Hallod, mennyire meg volt csinálva, tök jó. Ó, valaki itt nyekereg. Csináljuk meg a küldetéseket, gyerekek, nem leszünk jóba. Majd felugrok az autóra. Ki kell pakolnom az autóba majd az olyan dolgokat, amiket nem használom, mert túl leszek terhelve. És az nem jó. Súly szerint lehet rakni. Jó, van egy pipebombom is. Na, azért Mad Max stílus az befityeg. Majd az nem nagyon van. Csináljuk a küldetéseket. Journal Windows-t kell megnyitni. Ez az? Melyik? Ez a Journal. Jó, oké. Okay. Kell szednem branchet, meg small stone-t. Ó, itt mutatja is. Várj, de nem ezzel akarom. Igazából ököllel, nem? Mert igazából érdemesebb ököllel ezeket, tudod? Small stone. Small stone. Tök jó mutatja. Hm? Az bármilyen egyébként a default játékban is megmutatja. Szóval ott is ennyi, és akkor valamit craftolni kell biztos. Ja, csináljunk meg a küldetést, hogy tudjam megcsinálni, vagy el tudjak menni az árushoz, mert el kéne adni a dolgokat. Tök jó, hogy nagyon, ez már most tetszik, megmondom ezt. Stone axe-t kell craftolni. Hú, és ilyenkor itt van. De jó, hát nekem van ízajom. Jobb. Na mindegy, persze le kell craftolni, hogy a küldetés menjen. A kocsiba be kéne pakolnom az olyan dolgokat, amiket majd áradok. Ezért is kell craftolni, miért? Várjál. Storage. Ebbe fél 1400 kg, úgyhogy jó. Várjál, súly szerint tudom rakni. Figyelj, igazából...
üzemanyag például tök nem kellene. Ilyen izé, kevés üzemanyag volt benne, akkor csak annyit töltötte fel. Na, mit kell csinálnom? Branchet kell szednem már megint. Egyébként egy csomó minden újdonság van ebbe a játék, ebbe a módba. Például olyan is van, azt hiszem az NPC-knél több NPC van. Speed kell craftolnom. Oké. Például van olyan, hogy megjavítják benne a trailernél pénzért. Oké, mit kell? Woodot kell gyűjtenem. Na, akkor le kéne raknom a baltát, de hát ott a balta, az jó. Ki kell vágnom egy fát, nem? Vagy valami csoda. Branch, ebből is jön a branch. Ág is jön. Meg jön belőle resin. A resin az meg... Figyelj, ott egy csapóajtó. Ott egy csapóajtó. Ott a balra tőle. És így jön a bút. Ez mi a szar? Ez nem csapóajtó, ez valami... Ez valami szellőző. Szerintem a bunkernek a szellőzője volt, elhiszitek? Hol a ház? Ott a ház. Ez tudja, hogy a bunker szellőzője volt, de durva. Jó, meg van csinálni. Oké, mi kell még? Rezin kell. A rezin az volt a izéből. Fábudj itt te. Lehet, hogy csak a fenyőből. Na, gyorsan. Nem tudom, milyen hosszú, nem akarom olyan hosszú rám a részt. Csak már megint az lesz, hogy barom hosszú lesz, nem? Megvan a rezin. Scrap iron kellene. Várjál, most raktam ki, volt scrap ironom. Itt egy zombi. Scrap iron, hát azt gondolom, ilyen izéből jön. Várjál már. Ne kéne raknom, volt egy izé. Igen. Ebből nem jó? De vasaz, more. Nem vasaz. Csak a zombi, nem? Ebből nem jön a scrapfire. Valami, mi az a zombi hadsereg? Nem, mi van? Gyere, Dagi! Tök jó, hogy mutatja a HP-t, mert minden egy zombinek más a HP-je. És kinézett, nem is biztos, hogy a kinézetük megadja, hogy mennyi HP-juk van. Ha megfigyeled, valamikor ugyanolyan kinézetű, sokkal több HP-val rendelkezik, legalábbis én azt vettem észre, azt a betyár. Mit akartatok ti? Honnan szerezek scrap iron-t most? Na, vegyet olyás, te! Van nekem a kocsiba, azt hiszem. Mondjuk a kocsiból, ha kocsit vernék szét, lehet, hogy abból jönne. Nem akartam, pillanat, bocs. Volt nekem itt pont scrap iron. 24! Csak ha... Éhes vagyok? Várjál, van kajám, nem? Vaj, ezt nem tudom leszkeppelni, és akkor nem hozd ezt belőle? Dehogy nem, tök jó. Ha egy darab lett belőle, nem úgy, ne szórakozz le. Jó, más nagyon nem akarok leszkeppelni, mert kell, hát. Viszont kaja, hol a kaja? Ott kajam, nem? És én nem látok kaját, vagy... Á, itt van. Kaja. Kaja úgy látszik, elég gyorsan fogy. Nagyon jó a izé. És viszont ezeket a konzerveket le tudom szerepelni. Nagyon jók az ikonrendszer, meg a húd. Ezt nagyon tetszik. Jó. Hát a három darab. Meg lesz kocsit, megpróbálom szétverni. Lehet, hogy az... Aha. Nem. De. Megvan. Locktablet kell csinálnom. Mit? Fa asztalt. 9 másodperc. Hát most már véget érhetne. Ez valami crafting asztal lesz biztos. Ilyenkor rakjuk be ide ebbe a házba. Nem, mint hogyha le akarok még telepedni, semmiképpen. Szóval nem, hogy azt higgyétek, ezt biztos... Craft... Már megint valami asztalt kell. Na. Lehetek ezek az asztalok. És hol tetted ezt az asztalt? Néha nem vágom, hogy ezeket. Ez az inventory egy kicsit jó nagyok az ikonok. Na. Mondjuk úgy, hol van az asztal? Látjátok, ti bazzák. Ez biztos jó nehéz, várjál, súly szerint rakjuk sorba. Na, itt van az egyik. Rakjam le, azt mondja. Rakjuk le.
helyezzük el. Hú, ez egy ilyen fűrészbakos akármicsoda. Oké. Okay. Bow-t kellene csinálni. Farankó. Kell hozzá megint branchet szedni, meg minden kutyafülit. Jó van, gyerekek, gyorsan csináljuk meg, mert küldet. Ja, ott a kő is kell. Mi kell? Branch. Resin. Figyelj, akkor már ezért érdemes fát vágni, mert ugye abból jobb minden. De szerintem fenyőből jön, nem? Az a rezin, az ilyen izé, ilyen gyanta, én úgy gondolom. Na, plant fiber kell. Rezin. Hú, 8 darab rezin kell. Az jó lassan jön egyébként. Legalábbis jó ritkán adja. Na, de nem, azért adja. Nem annyira fáradunk. Mondjuk ezek ilyen primitív szerszámok, meg lehet, hogy amiatt. Jó, jött a branch. Ó, te fiú. Csapjad már, csapjad. Az jó nagy fa, apám. Egy kéne 3 rezin. Ez miért ilyen lord lassan? Ne, várja. Lehet, hogy a kőboltámmal jobban menne, nem hinnem. Na még, na! Oké, megvan a rezin. Jó, ezt már kivágom, nem? Itt olyan fa, biztos jól kell valamire. Vagy akkor igazából minek? Mi kell nekem? Fiber, az meg az ilyen sima fű, nem? Aha. Nagyon jó, nagyon tetszik. Tetszetős a játék, gyerekek. A küldetésekre rá mehetek. És nem kell foglalkozni a craftolással. Egyébként lehet, hogy sokan meglepődtök rajta, hogy micsoda egy játékmenet lesz ez. Hát de viszont... Na, bow-t kell csinálni. Na. Hol van a bow? Itt kell. Bow string vagy milyen francot. Ezt kell craftolnom? Kell hozzá... de Isten! Mi kell hozzá? De most miért nem? Gét... Nem. Ilyet kell... Szednem. Ahonnan az anyámból szedjek ilyet neked, te. Kezdj, szedjek ilyet. Gyűjtsek ilyet. Ja, az asztalnál tudok ilyet craftolni. Jó, hogy nem mentem el a halászára. Aha. Oké. Okay. Jó, megvan. Oké. Okay. Kell arrow, meg kell primitive bow. Oké. Okay. Meg akkor kell egy arrow. Ezt még nem tudom. Mi hiányzik? Így kell egy fiber. Egy fiber. Jó, és már lépjünk át arra, hogy ugye megmutatja a izét, hogy hol van a trader, azt várom. Oh, jó, trader location mutat. Nagyon jó, gyerekek, jó. Nincs is messze, oda néz. River, White River Citizen. Tök jó. És akkor a következő móka az, hogy elmegyünk a traderhez, és akkor ott már berendezkedünk, úgymond, nem rendezkedek be úgy, ahogy gondoljátok, máshogy rendezkedek be, úgy rendezkedek be, hogy eladom a cuccokat, meg hasonló. De most elbúcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszik ez a sorozat, nekem már baromira, egyébként tök jó, hogy rá vagyok szorítkozva egy kis közelharcra, és nem csak könnyelmesen, és nem fogok bolvalni szerintem. Na, köszi szépen, sziasztok, jók legyetek, csávi, csávi, csávi.